Na, sziasztok! Hajtassuk ezt a szépséget. Na, a válasz 8 órányi idle időnk van. Ez most derült ki, nekem is. A másik pedig nem akarok így reklámozni egy ilyen videó alatt, de tehát, hogy a mobilon, ami hasonló volt, és azért emlékeztem rá, hogy van ilyen, mert annak az a neve, hogy Tap Tap Dig. Más a fejlesztő, de ugyanez az egész. Szóval... Szóval, ja. Most azt nem tudom, hogy meddig kellene eljutnunk ahhoz, hogy ez az egész működjön valahogy. A tingassál csak helyettem. Egy. Oké. Ő új. Jöhet. Jó. Hát itt ennyi lesz a fő lényege az egésznek, hogy nyomkodnunk el össze-vissza. Fame and Fortune. Pickaxes for Fame and Fortune. Mi van? Na, itt a Big Bang van. Aha. Szóval. Van 50 ilyen genyókánk. Gyémántunk. Meg tudjuk duplázni az értékeket. Ha csak simán csináljuk, akkor 27 fosszilunk lesz. Fosszíliánk. Ez ötszörös szorzót jelent, de ha elköltjük a gyémántot, amit jelen pillanatban semmi másra nem lehet költeni, ahogy elnéztem, akkor már tízszeres. Jó, na. Már majdnem tízszeres. Inkább belekötni. Még egy picit lehet, hogy várunk vele, hogy mi lesz. Jé, yeah, kaptunk olyan ajándékot. Na ez a bajom. Hogy ez egy mobil játék, számítógépre átültetve jelen pillanatban. Érdekes, érdekes elképzelés. Nem baj, halacska. Van 34. Persze, hogy minden 40-től van. Ha. Jó. Hát szerintem próbáljuk meg. Legalább így már tudni fogjuk, hogy miről szól ez az egész. Let's do it. Ja. Minden berencig áll a fekete lyuk, vigyázz! He? Ezért érezhető a különbség. Azért, na, nem így kezdtük az előző szinten. Hold to click. Hát azért ettől gyorsabban szeretnék kattingatni, de... Azért ez se rossz, hogy csak úgy húzigálom jobbra-balra az egeret, és akkor így magától csinálja a dolgokat. Hát őt rárakjuk erre. Így. Azaz. Verhesd neki! Még húzigálni se kell az egeret. Tartani kell. Jó, gyere, smush.
Várjál. Jó. Na mindegyőt rakjuk ide. Gyere, töki. Szóval. Most felhúzzuk. Jó, hát így azért egy kicsit barát. Ilyen gyorsan már hát nem tudok addig beszélni. Így azért egy kicsit barátibb, hogy így magától is kattingat a karakterem, és nem nekem kell állandóan. Azaz, fosziliák jöhetnek. You found the key. Oh, treasure chest. Papám! Jó, kaptunk valamit. Ez mi? Igen? Nem sokat árulsz el magadról, játék. Na vere, halat. Hallat magáról a halat? Hogy? Jaja. Azt is szép pukkongatjuk. Ups, hé, van egy csomó taskunk is kész. Oh, jaj. 38. Már nem sok kell, és veszünk megint valami fejlesztést. Wow. Nekem így is jó. Zsvér, mehetünk. Üssed neki. Na hát azért 6000 pár száznál hagytuk abba, és most vagyunk 50000-nél. És nem volt, jóval kevesebb volt a szintem. Azért egy pici barátibb. Igen, ezeknél a játékoknál amúgy ez a lényeg legtöbbször, tehát hogy úgy kell csinálni, hogy eljutsz a Big Bangig, utána újra kezded. Megint Big Bang, megint újra kezded. Megint Big Bang, megint újra kezded. Csak hát máshol prestízsnek nevezik, meg a legtöbbször prestízsnek nevezik. Minek szokták még nevezni? De legtöbbször vezetnek. Igen, most itt ez megint ilyen. Uh-huh. Find time, increase coin earned, leak damage. Igen, és ez a baj, hogy ezeket tudjuk használni, de minden egyes fosszília, amit elveszünk, az 16,5% damage-et fog levenni. Ezt nagyon jól át kell gondolni, hogy amúgy akarjuk-e. Erre nem mindig van értelme ráugrani elsőre. Azt kell majd megnézni, hogy most van az őrült mókus, a cuki hód, Norvika, meg van a rózsaszín malac, hogy például, amikor csinálsz egy újabb Big Banget, akkor fog-e változni ez a három, vagy ugyanebből a háromból kell mindig választani, mert nem mindegy. Mert hogyha ugyanez a... Körülbelül itt hagytuk abba az előbb. Nagyjából ezen a szinten voltunk. Igen, 1299,94, most vagyunk 1216-nál. Tehát nagyjából dettó ugyanezen a ponton jártunk előzőleg is. Ja, és megint kaptunk egy kulcsot. Uh-huh. Nem tudom, ezek mire lesz.
De? Soveli Joe. Select. Ó. Oh. Egy óra. Oké. Okay. Jó van játék. Na, és akkor most értük el. Még két szint. Még egy. Még egy. Majdnem ott vagyunk. 3, 5, 7. Na most járunk ugyanott, ahol eddig. És most már ez a legjobb, amit most csinálunk. Na most, igen, tehát hogy ennél tényleg ennyi a lényeg, hogy már most mivel nagyobb a damage-ünk, ezért gyorsabban lejutottunk arra a szintre, ahol abba hagytuk előzőleg. És... Ojjaj, kezdődnek a dolgok. Milyen van Inferniánk, az mi a jó anyám? Aha, tehát hogy itt már majd fogunk tudni olyanokat csinálni, hogy... Aha, tehát hogyha 250 ilyen zöld Inferniát? Jade, azaz. Ja, hogy az Inferni... Aha, oké. Okay. Tehát, hogy Jade gemeket kapunk, és ha 250-et mondjuk össze tudunk gyűjteni, akkor amikor én így lent tartom a gombot, ezt lehet gyorsítani. Ami meg nem rossz. Mert ha még gyorsabban ütök, akkor még gyorsabban jutunk el bizonyos szintekre. Nem tudom, most megpróbálunk vagy 2000-ig eltekárni. Azt kellene megvárnom, míg idáig el tudunk jutni. Tehát pénzben amúgy nem állunk jobban, mint az előzőben, de szintben igen. Tehát, hogy jóval mélyebbre jutottunk el, ugyanannyi idő alatt, vagy hát jóval kevesebb idő alatt. Én szerintem megint kihasználom, mert akkor 9 helyet, 9,91 helyet már 20,14 lesz. Nem, még nem. El kéne menni, vagy 2000-ig. Hát csak most már így szenvedős a kartingatás. Azaz, már van 10 Inferni a genyunk. Ha! Tök jó. Most igen, itt is ez a baj. Leak damage, nem. Nekem olyan kell, ami pénz. Ez. Az a baj, hogy pont annyi gyémántunk van. Szóval kattingatni kell ezt a kis taknyot. Az ide. Ez az. Kettesével adogatja a giliszta a dolgokat. Ja, az a giliszta emlékeztetett arra, hogy van valami hasonló játék. Ugyanígy a giliszta jött ki a földből, és ugyanígy a gilisztát kellett megütögetni, ahhoz, hogy mi kapjunk ilyen bónuszokat, és onnan emlékeztem, és múltkor ránéztem egy kicsit erre a játékra, hogy milyen más néven lehet elérni, és akkor találtam meg ezt a Tap-Tap Digget. Nem akarok teljesen hülyeséget mondani, de én úgy emlékszem, hogy más fejlesztője van mobilon. Én ezeket az idle játékokat amúgy nagyon szeretem, meg főleg ezeket, ami tényleg olyan, hogy ahogy játszol, egyre erősebb vagy, egyre többet tud a karaktered, egyre több mindent lehet vele megcsinálni. Tehát úgy nagyjából a régebbi ilyenekből szerintem mindet ismerem, ami fent van a store-ban. Nem mindegyiket szeretem.
Tehát van olyan, ami olyan idol játék, amire azt mondom, hogy... De itt is az a baj, hogy most van ez a, hogy 8 óra idol időd van. 8 óránként be kell lépned játszani. De why? Mert hogy nem mindegy. Hogyha én mondjuk most 24 óránként akarok visszajönni a játékba, vagy fél évente, akkor miért? Mi hasznom van belőle? Jelen pillanatban nem látom azt, hogy mi hasznom van abból, hogyha én minden 8 órában belépek. Mert úgy semmi más nem kell csinálni, csak belépsz, felveszed a pénzt, lenyomod a fejlesztéseket és kilépsz. De 8 óránál többet nem kapsz. És ez ilyen tipikus ilyen mobiljátékos hozzáállás, hogy gyere fel 8 óránként, mert akkor tudunk neked mutogatni reklámokat, meg akkor már egy picit behúzunk, akkor tudsz vele tovább játszani. Jussunk el úgy, hogy 50-ig. Mert ugyanúgy 50 a Double Fossil, csak most már ezért 20 helyett már 23%. Ha ezt meg tudom csinálni, úgyhogy 50, akkor még jobb lesz. Na most már a bevételt kell növelni. Ez a coffee time-mal. Meg hát lehet ezt is. Jelenleg azt el is felejtettem, hogy nyomhatom azt is. Ja, csak utána 10 percig az használhatatlan, tehát hogy... Ez a baj. Ha, na mindegy. Próbálkozunk lejutni. Arra lennék kíváncsi, hogy itt a prologban el van-e bármilyen módon le van-e az programozva, hogy eljutottál a közepére mondjuk. Mi van, ha eljöttük a közepére? Akkor kinyitja a következő szintet, várost, bolygót? Mert amúgy itt elvileg ez a planet 1. Hát, hogy elvileg mehetek tovább. Majd. Érdekes. Jó sok fosszilt kaptunk. Az mi? Elvileg 2 dolgot török egyszerre majd gyártani, mi? Ez nincsen prológban. Ez meg lejjebb kell jutnom valahová. Ja. Ezt majdnem sikerült elrontani. Ez ilyen nyugis játék amúgy. Így, hogy még ráadásul nem kell verni az egeret is. Jó, hát sokkal gyorsabban tudnék kattingatni így. Ez tény. Még így meg idegesítőbb. Tök mindegy. Csak mindegy, melyik irányból közelített, meg úgyis. Így az ujjad miatt rossz. Egy idő után azért csak rossz, hogy kell állandóan kattingatni kell. Ha meg így letartod, akkor meg az a ütemes egyforma hang. Az engem ki tud készíteni. A kattingatás azért nem, mert ezt én csinálom. De ez automata. Ez ugyanolyan, hogy például, mit tudom én, ha én nyikorogtatom a széket, akkor ez tök jó. De ha te nyikorogtatod a széket, akkor megöllek. Ez így nagyjából tényleg ezt kell elképzelni. Ugyan itt is. Tehát, hogy kattingatok, ez így nem zavar. Mert nincs benne, alapból is egy picit összevisszaság van, alapból nem tudok ugyanabban a tempóban folyamatosan kattingatni. Ha letartom, vagy lenyomom, akkor ugyanabban a tempóban ugyanazt a hangot hallod. Ja, nagyon rossz.
Na nem baj. Még lehet, hogy veszek fel egy videót, igaz, hogy ez böngészős játék. De azt még lehet, hogy megmutatom majd nektek a napokban. A 99. Na, még lehet, hogy meg is lesz az, amit terveztem 2000-ig. De nagyon lassan jön a pénz amúgy, ez a baj. Az is egy idle játék. De az ilyen idle MMORPG, most arra vagyok ráfüggve mostanában. Ez a... Tudod, ilyen, hogy mondjam, küld el a karakteredet. Bányászni. És akkor ő mit tudom én, 100 másod, vagy 100 percig bányászni megy. Azzal kapsz statot az erőre, az erővel úgymond egyre erősebbeket támadsz, stb. 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 Tehát ez a ilyen böngészős játék amúgy, tehát hogy már azt is kiderítettem a háttérben, hogy Laravelen fut, meg Alpine JS-en, úgyhogy még valamilyen szinten egy kicsit úgy piszkálja is a fantáziámat, hogy sikerült ezt összehozni a háttérben. Úgy megnézném, hogy mi van a háttérben az egész rendszer alatt. Na, ez az a rész, amit nem szeretek. Ó, és ráadásul három ilyen szint van egymás után. Próbálok nektek nem csak mostanra, mert valószínű azért még most elég kevesen vagyunk. Próbálok majd olyan játékokat hozni, amivel hosszabb távon is lehet így szórakozni. Most például itt van a Mafia. Nem sokára vége a kettesnek. Főleg így, hogy néha idegből játszok, aztán... Lezarálok egy-egy részt elég gyorsan. Volt olyan, amikor 5 küldetés ment le egy 30 perces részben? Az azért egy kicsit sok. 3-ra volt erre alapból eltervezve az egész. Na jó, ezt a pénzt ezt elresearcholjuk. Már 45-nél járunk. Még 3 gilisztát kell nagyjából ki nyírbákolni, hát nem, mert itt van. Jó, akkor még jobb, Razika. Hát most. Persze, most csak pénzt adsz. Ó, hogy ez a... De legalább ezt elszámolja kliknek. Nem mondod. Ó, de jó. Legtöbb játék amúgy nem szokta. Azt, amit így autoklikkel, azt nem szokta elszámolni sima kliknek. Ezt igen. Tehát ezt a fajta klikket. De a sima azt, amikor lenyomva tartod, azt nem. Elmondjuk, ez is össze-vissza van. Egy játék, hogy... Lehet, hogy majd később olyanokkal is foglalkozunk, hogy még ilyen... Attól függ, hogy nektek ez mennyire jön be, például ezek az idle játékok, hogy akartok-e ilyeneket látni. Mert ha igen, akkor tudok mutogatni, vagy... anyád. Tudok mutogatni olyanokat, amiket megéri játszani, vagy legalábbis így le lehet vele kötni egy kicsit magatokat. Ez is jó amúgy. Nem játszanék vele, ha nem lenne jó. Na gyere, főnök, mutasd, hová tudsz beállni. Mit tudsz? Semmit.
Az a baj, ha ezt arrébb rakom, akkor nem jó. Akkor erősítsd azt. Az az. Ohó. Az úgy jó. Na, ez így már... Ez így már elmegy egynek. Miért jutok 100 000-et? Mikor lett erősebb a karakterem? Ez 40-es szinte van már mióta? Ő ad valamit, na várjál, ez így nem úgy működik, halál. Olyan fejlesztésem sincs, ami... Szokott olyan lenni, hogy például mit tudom én, hogyha a helpernek a damage-e x százalékban bemegy a kattintási damage. Jaj, de várjál, hát kaptam egy csomó izét. Ja. Hogy ez az achievement-et, hogy kattints 1504-szer. Hol volt ez? Nem a taskba, mert ez nem az. Van 55. Oho. Aha, na ez most olyan, hogy de ez már jó. Tehát még 5-öt, ha várunk. De most ezek csak skinek itt az alsók. De például, hogyha a Lancer rá nyomunk, akkor ez 25% minden HP-re. Így is elég erősek, de még akkor plusz 25%-kal még erősebbeket beled. Még erősebbre tudjuk csinálni őket. Ez úgy jó. Csak most nem tudom, hogy ez mikor jön. Ott a kukac. Megbökörtem a kukacomat. Utálom ezeket a lassú szinteket. Meg egy kis pénzt rak erre. Azaz. Láttam már szép számokat az előbb is. Jó, hát mindjárt kész van amúgy a fejlesztés is. Amúgy azóta adott egyáltalán a kukac vizét. Gyémántot. Max szerintem egyszer. Ez már itt most szenvedős. Na még ezt az egy szintet megvárjuk, mert azzal lehet, hogy elérünk 70-ig. Anyám, nagyon lassú így. Tudok még valamin fejleszteni? Az hadd menjen. Toljátok neki! Meg tudjuk csinálni! Ez az! Tudod, nézd. Ja, jöhet. Csak, ahogy. Gyerünk, fiúk! Ezt az egy obszidian szintet még ki tudjuk lőni. Így. Big bang! 75. Ó, azt megduplázzuk, a 150. Várjál. Infernia shop. Ö. 5%, na várjál. Digi el tud aludni. Strike it rich. Ez automata 5%. Alapból
Ez több, mint amennyi eddig volt. Ha! Let's do it! Big Bang! Na nézd! Bing! Az a baj, hogy... Negyedik ütésre megyünk lejjebb egy szintet, holott... Tehát, hogy azért, mert amíg esünk lefelé a szinttel, addig, hál' Istennek, nem kapunk semmit. Tehát ennek úgy kéne működni, hogy plit, 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 plit. Úristen, ebbe belefájult az agyam. Vagy a helye. Így talán. Jó. Na jól van. Na azaz. De ők miért tudnak gyorsabban menni, mint hogyha... Hát... Na mindegy. Nekem nem szabad kattingatni, mert amúgy ez csak bezavarja a játékot. Majdnem lejutottunk 2000-ig. Á, már ott a szenvedés volt, tehát az obszidián rétegek közök rohadt lassúak voltak. Ott ezt az öt piros gyémántot, azt még nagyon ki kéne tekerni. Rubit? Rubi? 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 Igen. De ez is szépen jön, amúgy az Infernia Shopba a cucc. Aznak amúgy örülök. Ha! Na jó van. Erre az a rész mára ennyi. Ez így szerintem amúgy tök jó lett. Tök jól haladunk lefelé. Nagyon-nagyon bepörögtetek. És ráadásul itt a fejlesztés, az még 5 perc, tehát hogy még... Bassza meg! Financial Advisor kellett volna lenyomni, nem a Coffee Time-ot. Menj, de egy fél órával többet kapunk. Jó van. Basszus. Na hát ilyen az, amikor... Oh. És ez így... Csak úgy. Igen, tehát hogy ez a helper, ez a crafting, lesz majd stat boost, quest, sor és bár is. Aha. Jól van. De gondolom akkor ez boostnak fog majd számítani. Ja igen, bocs. Akkor leszünk itt arrébb. Hop, azt majdnem sikerült elnézni. Digite. Hová? Menj oda. Ez... ide. Nem, ezt itt mindenféleképpen itt tartjuk. Őt akkor egyen lejjebb. Az mit ad? Ah! 10%. Ribi! 10% per stack, de az 10 stack, az azt jelenti, hogy 100%. Jól gondolom? De mit tudsz? Aha, damage multiplier, akkor őt is behúzzuk. Kicsit megindultunk. Kupi! Hát ez egyre jobb.
Amúgy itt ilyenkor az elején ezt kell csinálni, csak nyomkodni kell. Alszunk amúgy. Hello! Rozika! Ébresztő van? Tényleg el tud aludni a karaktered. Erosz. Hopp, egy kis bónusz damage még. Jó lesz ez. Na, úgyhogy... Ezek a következő részben. Addig is legyetek jók. Sziasztok!